Most nagyon figyeltek, adok nem kevesebb, mint 3 másodpercet, hogy kitaláljátok, hogy mi ez. Ja. Ha már telik az idő, akkor meg is kéne mutassam, miről van szó, nem? Szóval 3 másodpercet adok arra, hogy a komment szekcióban leírd azt, hogy mi jut eszedbe erről a képről. Megvan? És nagyon remélem, hogy nem csak olyan kommentek lesznek, hogy Teletubi! Most biztosan gondolkoztok, hogy egyébként mi a fészkes fene bajom van ezzel a képpel. Tisztázzuk, semmi. Akkor minek csinálod a videót? Szóval halló lányok és srácok, én Csongi vagyok, és igen, ettől a Teletubi mesétől én borzasztóan féltem. Sőt, talán még most is. Ami azért is nagyon szélsőséges eset, mert soha nem láttam. What? És full jogosan felrakhatjátok a kérdést, hogy te Csongi, hogyha nem látod a Teletubit, akkor hogy a rákba félsz tőle? Erre röviden annyi lenne a válaszom. Te látod a sötétet? Akkor hogy a francba félsz tőle? Jó, ez mondjuk elég szörnyű. Jobban hangzott volna, azt mondom, hogy látod a szellemeket, akkor miért félsz tőle? Mindegy, a megszokott szar poénok megvannak, viszont igen, tényleg féltem a meséltől, és meg sem mertem nézni. Egyszer szülinapomra valamelyik osztálytársam vásárolt nekem egy Teletubi püs állatot. Kit érdekel? Fogalmam sincs, hogy hívják azt a lilát, amelynek egy ilyen háromszögű valami van a feje tetején, de fingom sincs, hogy ez miért. És ami még érdekes, hogy már vagy harmadik, negyedik osztályos lehettem. Azaz vagy 10 éves. Már az elején nem tetszett nekem ez a püsállat, de hazavittem, és amikor aludtam, akkor így valahogy a fény átszűrődött rajta, és borzasztóan ijesztő volt. Úgyhogy fogtam, bedugtam az ágyal le, leöntöttem benzinnel, fölgyújtottam a lakást is, és utána elköltöztem. Kb. Mint amikor egy átlagos ember pókot lát a falon. Majd eltűnik. Fogalmam sincs, hogy megvan-e még, és hogyha igen, akkor hol. Nem örültem neki, úgyhogy ha nézed a videót, bocsi, meg kell nézem, most már tényleg meg kell nézem azt a mesét, kíváncsi vagyok. Egy mondat még a Teletubiról, nyilván nem így kell elképzelni, mint ahogy itt most látjátok, ez egy elméletileg kedves mese, elméletileg következő. A következőt egy lány, vagyis hát pontosabban egy nő írta, amikor kislány volt, nézte a mesefilmeket a tévén, és a mackó Só a nagy kék házban, idézem, amit írt, egyik epizódjában azt vettem észre, hogy az orrát beledugta a kamerára, ami nekem konkrétan egy rémálom volt, mert körülbelül 4 éves lehettem, és nagyon közel ültem a tévéhez, úgyhogy akkorát csikítottam, hogy anyái kijöttek, hogy mivel vágtam el magam. Egyből arra gondoltak, hogy ez a hülye kislány megint elvágta magát. És itt is van a kép, amit csatolt hozzá, erről a jelenetről van szó. Ja, várja, van folytatása. Majd amiután az orra eltelítette az egész képernyőt, megszólalt egy erős, mély hangon, hogy érzem a szagot. És ezután futottam ki teljesen. Kapcsol ki, kapcsol ki! Jó, mondjuk ezt most már megértem, szóval ne ítéld meg a könyvet a borítójáról, vagy Csongit a vicceiről. Szomorú, de igaz. Így most már teljesen megértem. 3-4 évesen, sőt, még szerintem idősebben is egy kicsit para. Ez a Talking Angel-es hülyeség jutott eszembe, amikor ugye pár éve eltelt a neten az, hogy a kis cica szeméből néz valaki, és beszélget hozzád, hogy látlak, és bizonyos parancsokat ad ki neked. Az a baj, hogy a rajzfilmeket általában nem 6 évesek csinálják. És a felnőtt embereknek azért teljesen más víziójuk van a világról, ez nagyon szép szó, csak szerintem nem ide talál. Mármint nem úgy fogják fel a dolgokat, ahogy mondjuk egy 5 éves kisgyerek. Én például lehet szétrögtem volna magam ezen a jelenten, de 10 évvel ezelőtt mondjuk valószínűleg ugyanazt csináltam volna, mint ő. Azok után, hogy a Teletubit felgyújtottam, nem gyújtottam fel, nyugi, életben van a plüssállat. Szeretem a plüssállatokat, attól függetlenül, hogy fiú vagyok és már nem 10 éves. Nyilván nem alszok velük, meg nem járok velük az utcán, de értek. Júj, a Szezám utca, Elmóék, a süti szörnye. Mennyit ment ez nálunk a tévében? Kinézett Minimaxot. Egy srác írta, hogy az a jelenet volt a legparább neki, amikor Bert azt hitte, hogy Ernit ellopták, vagy micsoda? Hogy lopnak el valakit lakásából? Hát mondjuk. Szóval azt hitte, hogy Ernit elvitték a Mars lakók, majd Erni biztosította, hogy ő teljesen jól van és minden szipi szuper. Egy pár másodperccel később a Mars lakók megjelentek a falon keresztül. Ez cuki, mármint ez tényleg aranyos. Hát gyakorlatilag ez a kör gyerekkori jelenete. Csak ott a tévébe bújik ki egy nagyon vonzó kislány, itt meg a falból a marslakók. Hetekig nem tudtam rendesen aludni, mert néztem a falakat, hogy mikor jön ki egy marslakó vagy valami a szobámba, hogy elvigyen engem. Ó, megtaláltam. Nézzétek, mi van itt, valószínűleg nem látjátok a Shutterstock miatt, de a Teletubi, akkor nem csak én féltem, nem vagyok annyira gyagya. Nem vagyok annyira gyagya. Az a tény, hogy a Teletubiknak tévé volt a gyomrukban, vagy hát a hasukon, amelyiken kisgyerekeket néztek, eléggé hátborzongató. Hát igen, mondjuk a kisgyerekeket nézni azért eléggé hátborzongató. Ezért jó, ha van egy kis tesód, jó mellette felnőni. Ugye magor? Szar! Tényleg egy picikét figyeljetek ide, szerintetek olyan messze állna a valóságtól? Véletlenül nem minden ember telefont hord a kezébe? Ami szintén egy félig tévékészülék, mármint hogy annak is megfelel. Lehet, hogy a rajzfilmkészítők tudták, hogy miből fog állni a jövő. És igazából többször beszéltünk arról, hogy ez a telefonfüggőség mekkora probléma, és hogy én is küszködök vele. Édesanyám mondta azt, ugye ő tanítónő, hogy az egyik gyereke talán lerajzolt
egyik gyereke Csongi. És az egyik kisgyerek úgy rajzolta le az embert, hogy a kezébe ott volt a mobiltelefon. Tehát úgy rajzolta le egy 8 éves vagy 7 éves kisgyerek az embert, hogy a kezébe van a telefon. És ez szerintem amúgy hátborzongató. Még a Teletubbinál is rossz. Ez mi ez a mese? Ja, Istenem! Olyan, mintha egy fényképre rárajzoltak volna virágokat, az oroszlán szerencsétlen meg konkrétan fából van. Bükkfából. Josh írta ezt a rajzmet, hogy neki valamiért ez volt hátborzongató gyerekkorában, egyszerűen ahogy kinéz az arca. Mit nézel, Gezemice, nem tetszik valami? Hát azért megpróbálták cukira rajzolni, csak ez ilyen robot oroszlán, és ha visszaemlékszek, azért gyerekkoromban én is féltem a robot dolgoktól. Tehát voltak ilyen Bionicles, vagy nem tudom mi volt a neve, ilyen nagy robotok, amik hasonlók voltak, mint a Legók, biztos, hogy páran ismeritek. CD-k is voltak hozzá számítógéphez, meg azt hiszem mesefilm is. És tudom, hogy nagyon sokan gyűjtötték őket, én meg így néztem, hogy te Jézus Isten, ezek annyira csúnyák. Én mindig autókat gyűjtöttem. Most is az autómra költöm a legtöbbet. Hát na igen, el se kéne olvasni, amit írt a srácunk, Taylor. Maga a figura is elég para, de az még parább, hogy a feje a második képen hiányzik. Vagy hát megvan, csak úgy lecsatlakozott a testéről, azt mondta, köszi szépen, ennyi elég volt belőle. Néha amúgy én is ezt érzem. Ja várja, most baszki, most tűnik fel! Nem csak a feje van külön! Hát nincs álla! És a srácunk attól félt gyerekkorában, hogy neki is csak úgy le fog esni az álla. Ez a Hey Arnold nevezetű mesében volt, és egy öregebb ember végignézi, ahogy a nagyapja úgymond dekomposztál, gyakorlatilag elrohad. Hát köszönjük szépen. Jó, mondjuk az én utasaim sosem panaszkodnak arról, hogy lassan érünk valahova oda. Emlékszem, van egy nagyon jó barátom, Bence, akivel ő volt az, aki egyszer feljött ide, hát gyümölcslevet iszogatni. És másnap, amikor haza kellett menjen vonattal, akkor ugye tudtuk, hogy 3:45-kor indul a vonat. 3 órakor még itt voltunk. És el kellett menni Kelenföldre, ami körülbelül egy olyan 30 perc autóval. Elérte a vonatot. Azt nem mondom, hogy nem használtam kézi Mackó család! Na, ez mond nektek valami? Leila is azt írta ehhez a műsorhoz, hogy neki nagyon-nagyon tetszett, és egyik kedvence volt gyerekkorában. Addig, ameddig körülbelül 6-7 évesen látott egy epizódot, ahol megjelent ez a zöld szemű szörnyetek, bár nem értem, hogy miért hívják zöld szeminek, mert majdnem, hogy sárga szeme van is maga a szörnyetek zöld, na mindegy, ez már részletkérdése, de idézem a meséből, amikor azt akarod, hogy bárcsak bárki másé lenne, akkor megjelenik a zöld szörny, és azt mondja, a tiéd kell legyen. Jó, hát most őszintén nem fogom azt mondani, hogy ettől befostam és elmegyek viccel. Ő is azt írta, hogy folyamatosan rémálmai voltak ezzel a zöld szörnyel. Baloldali, ez pontosan úgy néz ki, mint én, amikor éjjel felébredek, hogy ki kéne menni a vécére, de lusta vagyok, és így gondolkozok, hogy haj, most mi legyen? Ki fogsz menni, mert ha nem behugyozom? Ezt úgy gondoltok a következő 3 szó. Mi a Loturo? Ez egy kanadai mese. Angela Anaconda. Ennek a neve is szörnyű. Miért Anaconda? Szerencsétlen mese, hogy néz ki. Édes Istenem. Akkor most következik valami olyan, ami... Konkrétan most ülök itt egyedül ebbe a szobába, és rendesen félek. Kirázott a hideg. Nem tudom, miért nézni ez bárki. Ez egy olyan epizód, ahol a babák életre kelnek, és egyre nagyobbak lesznek. Hát ez szuper. Én gyerekkoromban láttam egy filmszerűséget, mert véletlenül úgy maradt a tévé, amikor anyuék elmentek és így végignéztem, ahol a hangyák elkezdtek szaporodni, aztán annyira erősek lettek, hogy meg tudtak ölni bármilyen embert, és annyian lettek, hogy igazából fekete volt az egész bolygó. Na körülbelül így tudom elképzelni ezt a mesét is. Jó, ez nagyon szomorú. Egy nagy tesó írta ezt, hogy az öccse annyira megijedt ettől a rajzfilmtől, bár nem tudom, hogy ez kinevezi rajzfilmnek, de mindegy, hogy konkrétan még ő került bajba, hogy miért engedte meg a tesójának ezt nézni. Mi a túró? Na de ez még nem lett volna elég, itt most nem azért homályos, mert valamit elrontottam a vágásba, főleg, hogy most, amikor veszem fel, még nem is vágom, szóval nem is tudom, hogy el fogom rontani, na mindegy. Kanadai gyerekek nevezetű showból, miért kanadaiakkal mi a baj? Szóval Mr. Meaty, húsi. Húsos. Gyakorlatilag galant férge volt, és a rajzfilm bemutatta, hogy ezt eltávolították. Nekem ha valami egyszer bebújna abból, jaj, a kullancs! Hát én már attól is rosszul voltam, én már kiszedtem magamból 2 kullancsot, meg mesiből is egyet, körömcsipesszel, és így puty! Volt kullancs, nincs kullancs. Akkor hát repült, hogy utána így ütöttem agyat. Azon gondolkoztam, hogy ha úgy van, majd lehet, hogy a Facebook csoportban ott van a leírásban egy link, vagy valamikor kirakok egy ilyen posztot, hogy írjatok olyan meséket, amiktől ti féltetek ilyen képekkel, és akkor csinálok ebből egy ilyen második részt, akkor ti képeitekkel. Na mindegy, szóval iratkozzatok fel, hogyha még nem tettétek volna meg, hogy ne maradjatok le a videókról, illetve a like gombot és így fejjel meg. Isten kövessetek be, ha akarjátok látni az ilyen rettenetesen unalmas életemet, ami néha izgi. És akkor találkozok, nem tudok, hogy megyek, nem tudok, hogy csak